Szervusztok, szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, és nagyon szépen köszönöm Szunyimnak a lehetőséget, hogy a zen hasznáról és az én életemre való hatásáról beszélhetek. Az az igazság, hogy nálam a zen gyakorlás két elég nagy pofon előzte meg. Az első pofon az volt, hogy édesanyám beteg lett. Két nagyon komoly műtéten esett át, és a második altatásnál már necces volt, hogy felébred-e. És bementem az intenzív osztályra, és álltam ott, és néztem, hogy hát nem annyi időm van, mint amennyit gondoltam bele. És vajon mindent elmondtam-e neki, vajon tényleg tudja-e, hogy szeretem. Két évvel később aztán édesanyám meggyógyult, hála égnek most is jó egészségben van, viszont ekkor az én lelkem háborogni kezdett, és ezek a kérdések, hogy az idő az véges, és mit kezdünk vele. És aztán elkezdtem különböző irányzatokban keresni, próbálkozni, körülnézni, és hát úgy jól éreztem magam, és két évvel később pedig nagyanyám lett beteg, sajnos ő nem maradt testben, és amikor levetette a testet, akkor döbbentem rá, hogy ki volt ő az én életemben. És már nincs lehetőségem, hogy ezt megmondjam neki. És ezek után olyan iszonyatos krízisbe kerültem, hogy gyakorlatilag már nem nagyon tudtam felkelni, csak dolgozni és feküdni. És amikor elmentem az első gyakorlásra, Szunyim egy jól irányzott kérdéssel leterített, mert ő volt az első, aki megkérdezte, hogy mit keresek itt. És ezek után elkezdett valami célirányosan mozogni bennem, hogy vajon mi is, amit keresek, és mi is, amit mindannyian keresünk végeredményben. És hát nem tudtam. És aztán a Koan interjú is volt, azt se tudtam, azt a választ sem tudtam, és az én akadémikus agyamnak ez olyan volt, mint egy harmadik pofon, egy ilyen csont, ami beakasztotta a gépezetet. És elkezdtem rádöbbenni arra, hogy ezt azzal, amit eddig csináltam, nem fogom tudni megoldani. És aztán 9 hónapig nyüglődtem, mire eljutottam oda, hogy akkor gyakorlok. És aztán elkezdtem gyakorolni, és aztán az az iszonyatos bánat és szenvedés elkezdett megenyhülni, meglazulni. Rettenetesen sokat segítettek a mantrák, és eleinte nem tudtam figyelni rátok, a szangára, akik velem voltak. Egyszerűen olyan szinten szorongtam, hogy képtelen voltam szemkontaktust felvenni, beszélgetni, és aztán ahogy egyre többet mantráztam, egyre többet énekeltünk közösen, akkor így elkezdtem rádöbbenni, hogy ti is valami hasonló dologért vagytok itt, ahogyan megismertem többötöknek a történetét, ráébredtem,
hogy nagyon hasonló háttérrel és még akár nagyobb szenvedéssel jöttök ide, és próbáltok vele valamit kezdeni. És a zen gyakorlás, a meditációs technikák, a mantrák, a leborulás, mind olyan technika, amik ezt a szenvedést tudják enyhíteni. És az, hogy meg tudunk hajolni tőlünk nagyobb előtt, hogy le tudjuk tenni azt a gondolatcsomagot, meg érzelem kavargást, hogy hát ez van, mind meghalunk, azok is meghalnak, akiket szeretünk, és akkor mi van ilyenkor? Én rettenetesen sokáig haragudtam, aztán bűntudatom volt, aztán féltem, és ezek közül forogtam. Holott a nagyanyám, az mindig azt mondta, hogy Ildikém, mindenkit szeretni kell. És halvány lila fogalmam sem volt, hogy ezt hogy. És ő ezt élte. Tehát voltunk hárman az unokái, fogadott mellé még két unokát a szomszédból, aztán amikor kint játszottunk az utcán, gyakorlatilag az utca összes gyereke ott volt, etetett, itatott minket, gondoskodott rólunk, rengeteg embernek segített a faluban, és ő egy egyszerű asszony volt, így nem nagyon kérdőjelezett meg semmit, de tudta a kutyának a hangjáról, hogy ő most szomjas vagy éhes. Egész egyszerűen az ugatásából tudta. Én sose tudtam, hogy ezt hogy csinálja, de tényleg tudta. És mikor elment, akkor döbbentem rá, hogy egy olyan érték, egy olyan tanítás ment ki az életemből, egy otthon, egy biztos pont, ami felbecsülhetetlen. És aztán, mikor az első mantrákat tanultuk, meg énekeltük a Kwanseum Bosát, a Nagy Dáranit, akkor egy kicsit így megmozdult bennem valami, és most az elvonuláson jöttem rá, hogy gyakorlatilag másképpen, de ő is az együttérzést tanította nekem. És hogy ugyan ő már nincs testben, de én megtaláltam ezt a közösséget, ezt a gyakorlási formát, és valahogy mégis valahogy mégiscsak jelen van velem, és mégiscsak érzem azt, hogy ezáltal a gyakorlás által tudok a legközelebb kerülni ahhoz, ami ő volt, amit ő tanított nekem, hogy Ildikém, mindenkit szeretni kell. És ez nem egy ilyen... És hát ez néha nem megy. Mert sok van itt, meg gondolkodunk, hogy hát ilyennek kéne lenni valakinek, vagy olyannak kéne lenni valakinek, vagy így kéne éreznünk, vagy úgy kéne éreznünk, meg amúgy is különben is mi az, hogy szeretet. És aztán, amikor Sunim mondta a tanítást, hogy aki éhes, annak enni adsz, aki szomjas, annak meg inni adsz, lényegében, ha nem is tudja az ember az univerzum rejtelmeit, meg az idegrendszerét, amit én próbálok kutatni, akkor is elég ennyi, hogy kapcsolódni tudjunk a másikhoz, hogy
hogy lássuk őt, hogy halljuk őt, és próbáljunk ráhangolódni arra, hogy milyen szükségletei vannak, hogy miben segíthetek. És nagyanyám egy olyan lécet dobott föl, amihez nekem eléggé fá kell kötni mindenféle téren a nadrágot, mert ez innentől kezdve kőkemény munka, hogy egyáltalán meg tudjam közelíteni azt, amit ő csinált, értünk, meg sok mindenkiért. És azáltal, hogy gyakorlunk, tisztábban látunk, tisztábban hallunk, mert látjuk azt, hogy a másik merre akar menni, kiállunk az útjából, vagy éppen, ha nehezet cipel, akkor próbálunk segíteni neki. És ilyen. És ehhez az kell, hogy ne pörögjön itt állandóan valami. Ne pörögjön itt munka, ne pörögjön itt aggodalom, hanem lássuk azt, ami éppen van. És igen, talán ennyi elég is éppen, ami most van. És én nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan vagyunk itt, és ilyen sokan gyakorlunk, és hogy ebben a helyzetben is. Szúnyi mondta, hogy hát igen, ami most itt van kint, az próbára tesz mindannyiunkat. És igen, emiatt is fel kell kötni, mert bizony próbára tesznek minket jobbról is, meg balról is. És most már nincs annyi időnk, nincs annyi kényelmes terünk arra, hogy hát majd igen, valamikor foglalkozom azzal, hogy így tudatomat lecsendesítem, meg igyekszek együttérzőbb lenni, meg jobb ember. Most már baromira meg kell fontolni azt, hogy a mostan mit kezdünk, a pillanattal mit csinálunk. És az annyira fantasztikus, hogy novemberben, iskola szezonban és munkaszezonban, oktatási szezonban itt eljöttetek, és csináljuk ezt együtt, és együtt gyakorlunk. És én nagyon örülök ennek, és ennyit szerettem volna mondani.